Kanadában ugye egyértelműen ki lehet azt jelenteni, hogy áll a bál. Múlt héten, pontosan két héttel ezelőtt sofőrök ezrei érkeztek a városba a kötelező oltás elleni tiltakozásképpen. Azt nyilatkozta Ottawa rendőrfőnöke, hogy fontolgatják a hadsereg bevetését, hogy kezelni tudják a kanadai főváros megbénító kötelező oltás ellen tüntető tömeget. Vendégünk Skype-vonalon keresztül Kanadából Balla Sándor üzletember, a Kanadai Magyar Vállalkozók Szövetségének elnöke. Jó estét kívánok, Sándor, tiszteletem! Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket! Jó estét! Ugye nem tudom, hogy tudja, vagy követi itthon a fősodrú médiát, a mainstream médiát. Kevés hír jutott el hozzánk a kanadai eseményekkel kapcsolatban. Először arra kérném önt, hogy foglalja össze, hogy mi történt az elmúlt két hétben Kanadában, és mennyire országos jellegű ez a tiltakozás. Igen, valójában a múlt pénteken és szombaton érkezett nyugattól keletig Ottawába több ezer kamion, több mint 16 ezer tüntetővel, akik lebénították a fővárost, és ahogy említette is, a rendőr parancsnok a városnak azon gondolkoznak, hogy a katonaságot bevonni, mivel olyan kezelhetetlené vált a helyzet, ha bár azt mondták eddig, hogy ez egy békés tüntetés, több olyan dolog is történt, amit most már a város és a kormány úgy jellemzi, vagy úgy foglalt össze, hogy ez egy lefoglalták a parlamentet. Az elmúlt két év szigorítások, lezárások, amik történtek az országban, a kanadai kormánynak ezt megtetőzte január 15-ével, bevezette az Arrive Canada, vagyis érkezés Kanadába applikációt, ami információként szükségesnek fontos letölteni a védőoltás igazolást, és ebből adódott az, hogy több ezer kamionos elveszítette a munkahelyét. Ez váltotta ki az elmúlt egy hét és másfél hét akcióját, ami ma már nem csak Ottawában, hanem Torontóban is megtörtént a felvonulás. Mondja, Balla úr, mennyire szolidárisak a kanadaiak a kamionosokkal? Mellettük vannak, vagy most már elegük van az egészből? Hát a lakosság ugye, mint minden, a világon mindenütt megoszlik. Vannak egy része, tehát azt kell tudni, hogy Kanadában 90% a lakosságnak be van oltva, de viszont már igazából elegük van az embereknek azzal a sok szigorítással, amit a kormány napról napra bevezet, és ugye lehet látni, hogy az éttermek be vannak zárva, az iskolák be vannak zárva, és igazából a számok nem követelnék azt, hogy ezeket a lépéseket mind megtegyék. Ugye ön Torontóból jelentkezik, de Ottawa is ott van, legalábbis az ország méretéhez mérten a közelben ott van Ottawa, de ott van még ugye Montreal is, de nincs messze Quebec is, tehát a nagyvárosok ott vannak viszonylag közel egymáshoz. Átterjed-e ezekre a nagyvárosokra a tiltakozás, vagy megpróbálják-e megosztani az erejüket a kamionosok, hogy elmegy pár száz ide, pár száz oda, mik a tervek, és egyáltalán milyen lépés, tehát hogy igaz, hogy bevetik majd a katonaságot a kamionosok ellen. Igen, tehát ezt a felvonulás tüntetést a Canada Unity, Egység Kanadáért vállalta föl, és egyértelműen kijelentették azt, hogy ez egy békés tüntetés lesz, de kitartanak, és egész addig, még nem fog a kormány ezeken a szigorításokon változtatni, addig nem fognak elmenni. Sőt, mint ahogy említettem is, a tegnap és ma már Torontóban, és a kamionosok összefogásával fogják folytatni minden nagyobb városban. Mi a helyzet a katonaság bevetésével? Ugye erről is vannak hírek, hogy bevetik a katonaságot, hogyha igen, akkor mit fognak ők tenni, vagy milyen kényszerítő eszközöket fognak alkalmazni? Erről vannak előzetes hírek, hogyha meg lesz a bevetés? Igen, épp a miniszterelnök úrnak hallgattam a beszédét, és azt mondta, semmiképpen nem szeretné a katonaságot bevonni, de viszont azt már lehet látni, hogy nagyobb városokból terelnek át rendőrségi rendőröket ahhoz, hogy fönn tudják tartani a rendet. Tehát ez megtörtént Torontóban is, 1200 rendőrt vittek át Ottawába, hogy fönn tudják tartani a rendet. És valószínű ez ugyanaz lesz továbbra Montreában és nagyobb városokban. Balla úr, köszönöm. Igen, figyelek. Vannak külön tartományok, például Albertában, ahol az amerikai határt is lezárták, és ottan az RCMP-t vonták be, és elég botrányos volt az is.
Balla úr, köszönöm szépen, ön üzletember, meg ugye a Kanadai Magyar Válaszkodók Szövetségének az elnöke, de újságírói profizmussal tudósított bennünket, úgyhogy köszönöm szépen a jelentkezését. Köszönöm szépen. Köszönöm, tiszteltem, folytatjuk a heti naplót. Az osztrák parlament felsőháza is elsőprő többséggel megszavazta csütörtökön a koronavírus elleni általános oltási kötelezettség bevezetését a 18 évesnél idősebbek számára. Ezzel párhuzamosan oltás ellenes tüntetések kezdődtek Ausztriában, tehát Bécsben és a nagyvárosokban. Vendégünk Ausztriából Kovács Andor Levente ügyvéd. Jó estét kívánok, tiszteletem, Kovács Andor úr. Jó estét kívánok. Működik, tiszteletem, működik a kapcsolat, akkor mindig egy kicsit aggódok, de látom már, hogy itt van, ilyenkor meg is nyugszom. Ugye az magyar hírek szerint, tehát azok a hírek, amik eljutottak hozzánk, pedig nem vagyunk egymástól túlságosan távol, azok arról szóltak, legalábbis eddig elég sok mindent olvastam, hogy február 1-től kötelező az oltás. Most február 1-től vagy március 1-től egyáltalán? Önök tisztán látnak-e ebben a kérdésben? Hozzá kellettem, hogy nekem is meg kellett néznem, hogy akkor most mi is az igaz, és mikortól is lép hatályba. Ez a törvény, ez hatályba lépett, tehát tulajdonképpen ez él. Annyi változás van, és ezen ment igazából a galkudozás az ellenzékkel, hogy akkor mikortól büntessenek, tehát mikortól válik igazából ki kötelezővé és büntethetővé ez a történet, és az a konszenzus az született, hogy március 16-ától. Tehát jelenleg is érvényes már ez a törvény, be kell mindenkinek, aki Ausztriában lakóhelye vagy tartózkodási helye rendelkezik, oltatnia magát, nem vonatkozik az ingázókra egyébként, és aki március 16-a után nem rendelkezik oltással, és a törvény hatály alá esik, azt első körben 600 euróig büntethetik, hogyha ezt megtámadja, akkor a következő körben, tehát egy lefolytatott eljárás során 3600 eurós szabálysértési bírsággal. Azért az már ott is jelentős összegnek számít, így van? Tehát igen. 3600 euró. Ez már egy havi fizetés kategória. Ez durván 1 millió forint csak, hogy a nézők is értsék, hogy mekkora összegről van szó. Tehát most, tehát február 1-től március 16-áig, hogyha jól értettem, van egyfajta türelmi időszak, addig nem büntetnek, és utána viszont keményen elkezdődnek a büntetések. Így van, tehát kvázi aki nem tette meg, mostantól ugye még bele is fér ugye a második oltás is akár, tehát nyilván ez a fő ok, amiért ezt így hozták, vagy így határozták meg, de március 16-tól akinek nincs, akkor onnantól kezdve a büntetés, egyébként ez mint egy 1,2-1,3 millió embert érint, tehát az osztrákoknak közel 70%-a beoltotta magát, és a renitens idézőjelben, aki ezt nem akarja megtenni, az konkrétan egy 1,2-1,3 millió. Azt lehet tudni, hogy mi alapján ellenőrzik majd az, hogy ki nem oltotta be magát. Ez nyilván egy egyszerű dolog, megnyomnak egy enter gombot, és kinyomja a rendszer, ki az, akinek nincsen oltása. Tehát, hogy a lakásra megérkezik majd postán a büntetés, vagy elektronikus úton, vagy pedig valakit el kell ahhoz kapni az utcán, hogy megbüntethessék, tehát, hogy lemegy az emberek közé, akkor büntethető. A terv az, hogy ahogy ön is mondta, gomnyomással le tudják kérni, hogy ki van beoltva és ki nincs. Ezeket most még egyszer ebbe a 6 hétben intenzíven kontaktálni fogják, tehát írnak nekik, és hogyha nem teszik meg, akkor nem tudom, hogy milyen kontingensben, de elkezdik a büntetéseket. Tehát ez nincs azzal összekötve, hogy most ő elment bevásárolni, vagy nem ment el bevásárolni, vagy megszegette a színházban, megszegette valami kiárási programot, ami jelenleg egyébként nincs hatályban, hanem egyszerűen a számítógépes rendszer kiadja a TB hálózaton keresztül, hogy ki van oltva, ki nincs, és aki nincs, akkor ezeket elkezdik. Értem. Azt lehet-e tudni, nyilvánvalóan sok közvéleménykutatást közölnek ott is a sajtótermékek, lehet-e tudni, hogy a lakosság a büntetés mellett van, vagy ellen van? Én azt gondolom, hogy az osztrákok többsége oltáspárti, mármint Covid-oltáspárti, ugyanakkor nyilván itt is ezek a szombati demonstrációk nagyjából 5-6 hete, akár 50-60 ezer ember is kimegy az utcára, tehát azért túlzás lenne azt mondani, hogy nincsen ez ellen erő, és az emberek nem tesznek meg, mindegy, borzasztóan vitatott. Tehát én azt gondolom, hogy azt lehet érzékelni akár utcán, kávézóban,
tömegközlekedésben, hogy nagyon nagy viták vannak, nagyon nagy feszültségek vannak, nem lehet polgárháborús feszültségekről beszélni, de aki az egyik irányba megy, az nagyon markánsan képviseli, aki másik irányba megy, az nagyon markánsan képviseli, és nagyon sok vita, nagyon sok veszekedés, nagyon sok baráti társaságban feszültség van ebből. Azt, hogy most hány százalék, ezt nem tudom megmondani, de az biztos, hogy problémás, és nyilván az, aki be is oltotta magát, az is szeretné elkerülni, hogy most a másikat megbüntessék, de Ausztria ezt az utat választotta, és ebbe az irányba mutatta a törvényhozás. Kovács Andor Leventének nagyon szépen köszönöm a bejelentkezést, és követjük, figyeljük az eseményeket, és kapcsolni fogjuk önt. Lehet, hogy már jövő héten, attól függően, hogy milyen tiltakozások lesznek. Mondom, mi jön most, a rövid reklám után a parkolási káosz nyomába eredünk. Stopperre lehetne mérni, hogy meddig kell körözni ahhoz, hogy parkolóhelyet találjunk magunknak a városban, akármelyik nagyvárosban. Lehet, hogy a megoldás a fizetős parkolóhely lenne, mármint azoknak is, akik ott laknak, ahol keresik a parkolót. Szempillantásnyi reklám, és ezzel jövünk vissza.